Sziasztok, én Bedő Vica vagyok az IFS Magyarországtól, és itt van velem Szabatiel Balázs az IFS kuratóriumából, aki abban fog segíteni nekünk, hogy egy kicsit jobban megismerhessük az IFS-es ösztöndíjakat, és az ehhezzel kapcsolatos adományozásnak a világát. Szia Balázs! Szia Vica, szia! Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Szabatiel Balázs vagyok, a IFS Magyarország kuratóriumának az elnöke, régi IFS diák és önkéntes. És igen, hol voltál cserediák? Az Egyesült Államokban voltam cserediák 1991-92-ben. Oké, szuper. Megteszed Balázs, egy picit mesélnél akkor arról, hogy egyáltalán mi az az ösztöndíj, ami nálunk működik, és mit kell róla tudni? Hogyne. Tehát a célunk az IFS programokkal, hogy minél szélesebb közönséghez jusson el, és ebbe beletartoznak azok a diákok, illetve családok is, akik ezeket a programokat amúgy nem engedhetnék meg maguknak, mert ezek az IFS programok, tehát ezeknek van költségük, ezeknek van díjuk, ami tartalmaz nyilván mindenféle szolgáltatást, biztosítást, repülőjegyárakat, egyebeket. Azért, ha ezeket összeadjuk, az nem kis összeg, néha akár több millió forint is lehet egy tanév külföldön, és azért, hogy ezzel ne zárjunk ki senkit a programok lehetőségéből, ezért úgy döntöttünk, hogy létrehozunk egy saját ösztöndíj alapot, illetve gyűjtünk ösztöndíj lehetőségeket vagy adományokat magánszemélyektől, illetve cégektől is. És tulajdonképpen ebből a három komponensből áll össze az IFS Magyarországnak az ösztöndíj alapja vagy az ösztöndíj lehetősége, és egy bizonyos kritériumrendszer szerint ezeket az ösztöndíjakat tudjuk minden évben kiosztani a jelentkezők között. És hogyha valaki szeretne jelentkezni a programjainkra, és úgy gondolja, hogy ő ezt csak ösztöndíjjal fogja tudni megvalósítani, mert olyan anyagi körülmények biztosítottak ebben a pillanatban számára, akkor hogy induljon ennek neki, vagy mit kell csinálnia? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Tehát az ösztöndíjunk az kiterjedhet akár a 100%-os ösztöndíjra is, amikor azt mondjuk, hogy valakinek teljes egészében kifizetjük a programját, illetve vannak részleges ösztöndíjaink is, amikor valakit támogatunk valamekkora összeggel a program árból. Amikor egy diákot találkozik az IFS programokkal, és úgy dönt, hogy őt ez érdekli, akkor ugye első körben azt szoktuk kérni, hogy töltsön ki egy előzetes jelentkezési lapot. Már tulajdonképpen ebben a fázisban ő jelezheti, hogy szeretne ösztöndíjra pályázni. Az ösztöndíjra pályázáshoz is van egy űrlapunk, ezt kell kitölteni, elküldeni, és ezeket együttesen tudjuk aztán figyelembe venni később a jelentkezésnél. Meséljek vicca az ösztöndíj kritériumrendszerről? Szerintem érdekes lenne, igen. Köszi. Jó. Igen, tehát a célunk az ösztöndíjakkal, hogy azokat a diákokat támogassuk, akik tehetségesek, és rászorulnak az ösztöndíjra. Ezért tulajdonképpen ez a néhány szempontrendszer érvényesül az ösztöndíj kritériumokban is. Így megvizsgáljuk azt, hogy a diáknak milyenek a tanulmányi eredményei, megvizsgáljuk azt, hogy milyen a szociális helyzete, meg szoktuk vizsgálni azt, hogy egyébként végez-e önkéntes munkát. Ha az IFS-nél végez önkéntes munkát, azt is figyelembe vesszük, és hát szoktunk kérni ajánlásokat az adott pályázótól, és az ajánlásokat általában vagy a tanárai, vagy az IFS-es körzetvezetők, vagy körzetönkéntesek szokták megtenni és támogatni a diákot. Ez nekünk egy megerősítés arra, hogy az adott diák az valóban érdemes az ösztöndíjra. Jó, tehát akkor gyakorlatilag érdemes hosszú távon készülni erre egy diáknak, tehát hogyha úgy szeretne, főleg, hogyha ösztöndíjjal szeretne kiutazni, ugye egyébként is a kiutazásra való jelentkezés azért egy több hónapos folyamat, de hogyha szeretne ösztöndíjjal pályázni, akkor érdemes legalább egy évvel korábban nekiállni annak a folyamatnak. Jól értem? Igen, igen, Vica, ezt teljesen jól érted, tehát ez egy valóban egy hosszú folyamat, és az is lehet, hogy valaki bár egyébként nagyon rászoruló, nagyon rátermett, nagyon értelmes, de az adott évben olyan sok jelentkezőnk van az ösztöndíjra, hogy esetleg nem kap. Viszont akkor mi is azt szoktuk javasolni, hogy próbálja meg következő évben is, ha még belefér a korcsoport miatt. Úgyhogy emiatt is teljesen igaz az, amit mondasz, Vica, hogy erre érdemes korábban felkészülni és jelentkezni, esetleg számolni azzal is, hogy lehet, hogy elsőre össze se fog jönni az ösztöndíj, de talán másodikra igen.
Úgyhogy az egy év az igen, az reális, illetve ha valakinek nem tudunk teljes ösztöndíjat kapni, akkor azért az egy év alatt ő gyűjthet magának támogatókat, ebben tudunk segíteni, illetve szoktunk is segíteni, hogy hogy érdemes elindulni. Volt már több olyan EFS-es cserediákunk, aki saját maga szedte össze a támogatóit, vagy a szponzorait, és tudott összegyűjteni annyi pénzt, hogy aztán kiutazhasson belőle. Igen, egyébként ezt úgy gondolom, így saját tapasztalatból akár, hogy alábecsülik a fiatalok azt, hogy egyébként van a környezetükben pénz arra, hogy őket segítsék, és egy ilyen életre szóló élményhez juttassák. Tehát lehet, hogy valaki 10 000 forintonként száll bele a programjába, de főleg, hogyha azért az EFS oldaláról gondolom, ha látjátok ezt a fajta aktivitást, akkor nyilván nagyobb hajlandóság van a további támogatásra is. Igen, igen, és hát kulturálisan azért ennek Magyarországon még mindig nincsen olyan nagyon nagy hagyománya, hogy valaki adományokat gyűjtsön, illetve hogy adományozzon, de az emberekben a jó szándék és az adakozó kedv az megvan, és ezt azért látjuk sokszor mindenféle esetben, úgyhogy egy ilyen programra is érdemes egyébként támogatókat gyűjteni, és toborozni, és támogatást szerezni, mert működik, tehát láttuk, hogy ez sikeres tud lenni, esetleg mondom tippeket tudunk adni, hogy hogy érdemes elindulni, úgyhogy én mindenkit bátorítok mindenkit arra, hogy ha szüksége van ilyesmire, akkor gyűjtsön. És alapvetően ugye a különböző országok és különböző programoknak a részvételi díjai ugye különböznek, tehát teljesen más lesz egy, teszem azt, belgiumi 3 hónapos kiutazási programnak a díja, mint hogyha az ember USA-ba megy egy egész évre. Ezek az ilyen anyagi különbségek hogy jelennek meg az ösztöndíjpályázások alkalmával? Ez, tehát általában vagy egy 100%-os támogatásról dönt az ösztöndíjbizottság, egyébként ugye az ösztöndíjakat az ösztöndíjbizottság ítéli oda a jelentkezőknek, és akkor nyilván, ha valaki egy 3 hónapos programra pályázik, annak egy alacsonyabb díja van, annak mondjuk az 50%-át téríti az ösztöndíj alap, most mondtam egy példát, összességében neki nyilván kevesebb pénzt kell befizetni, mint hogyha egy éves programra jelentkezne, és annak az 50%-át támogatná a program. Tehát ezen is érdemes elgondolkozni, ugye, hogy vannak a változó hosszúságú és változó árfekvésű programok, illetve, ahogy említetted, vannak különböző országú a programjaink, és mások a programárak. Tehát egy Egyesült Államokban, mondjuk ez egy drága program, vagy egy Japán, az egy viszonylag drága program, de vannak olyan országok, amelyek lényegesen olcsóbbak, európai országok például, vagy Észak-Afrika, vagy Közel-Kelet, tehát hogy érdemes ezt is megnézni. Néha az ösztöndíjakkal is igyekszünk abba az irányba terelni a diákokat, hogy választanak esetleg egy olyan destinációt, amit mi is olcsóbban tudunk kínálni, ahol ugyanazt a kulturális tapasztalatot kapja meg, mint mondjuk Észak-Amerikában, csak egy más környezetben például. Igen, ugye azért a 60 plusz ország, amiben dolgozik az EFS, gyakorlatilag ugye a programstandardok nagyon hasonlóak, tehát nyilván kulturálisan más élmény lesz, meg egy más rendszerben tanul majd az illető 3, 5 vagy 10 hónapig, de gyakorlatilag ugyanabban a programban vesz részt. Úgyhogy én meg úgy gondolom, hogyha valaki már olyan lelkes, hogy akkor neki indul egy ösztöndíj programnak, akkor biztos, hogy nyitott lesz egy ilyen érdekes, legkevésbé ismert élményre talán. Igen, és a visszatért diákoknak a történeteiből, elmeséléseiből egyébként az bizonyosodik be, vagy bontakozik ki, hogy ugyanolyan értékes tapasztalásra tesz szert valaki mondjuk Egyiptomban, vagy Belgiumban, vagy nem is tudom, Dániában, mint Észak-Amerikában, vagy Japánban, vagy Kanadában. És hát igen, tehát hogy ha nem a nyelvtanulása fontos, hanem valaki a kulturális tapasztalatszerzést, a önállóságát szeretné fejleszteni, meg szeretné ismerni a világot, akkor érdemes körülnézni más helyeken is, illetve hát nagyon sokszor van olyan diákunk, aki nagyon-nagyon céltudatosan mondjuk csak kifejezetten Egyiptomba akar menni, vagy... Hát igen, az a jó, hogy most már ugye a nyelvtanulás ez gyakorlatilag az alap minden ilyen programunknál, és a többi az extra. Szuper. És hogyha valaki úgy érzi, hogy ugyan már mondjuk nincs a korban, de szívesen megtámogatná egy fiatalt, aki szeretne utazni, ugye említetted a beszélgetésünk elején, hogy egyéni adományokkal is operál az ösztöndíjbizottság,
akkor ezt hogy teheti meg, van ennek módja? Hogyne, hát nagyon szívesen fogadunk mindenféle támogatást az alapítvány. Lehet kifejezetten az ösztöndíj alapba befizetni, hogyha valaki szeretne. Nagyon szívesen látjuk a cégeknek, tehát a versenyszférának is a támogatásait. Sok ilyen ösztöndíj programunk van, amit konkrétan egy-egy nagyobb vállalat támogat, és ő meghatározza a kereteit ennek, hogy ő azt mondja, hogy mondjuk ebbe és ebbe a régióba, vagy ilyen típusú gyerekeket szeretne támogatni, és támogat több kiutazást, vagy több kiutazót, vagy több országot. Ezek hosszú éve jól működnek ezek a programok, de hát minél több ilyen támogatónk van, annál jobban örülünk. Úgyhogy ez egy, én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó lehetőség a cégeknek is arra, hogy megmutassák azt, hogy tesznek azért, hogy a magyar diákok is részt vehessenek egy ilyen multikulturális tanulási folyamatban, hogy szeretnének, hozzájárulnak ahhoz, hogy képezzünk világpolgárokat, akik aztán megállják a helyüket később az életben, mindenféle nemzetközi környezetben. És hát a magánszemélyeknek is, aki megteheti, hogy támogat, ne adj Isten, aki volt cserediák, és tudja, hogy ez milyen jó dolog, és később úgy dönt, hogy szeretné támogatni másnak a kiutazását, ezt is nagyon szívesen látjuk. Nagyon szuper. Akkor én majd a leírásba linkelem a módszert erre, meg azokat a weboldal részeket az efs.hu-ról, ahol így elérhetők egyrésztről az ösztöndíj információk, a kiutazási információk, és az is, hogy lehet adományozni. Jó, Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velem, és válaszoltál az én kérdéseimre, de gyakorlatilag ugye sokattól kaptuk meg ezeket a kérdéseket. Én köszönöm.